Szép jó napot kívánok, ez itten a Zenix TV, és egy új típusú videóval készültem számotokra. Nem más, mint egy unboxing, amiben egy gamer fülhallgatót fogok bemutatni. Természetesen ez a promóció, tehát ez a videó, ez egy promóált videó, ugye fizetett videó. Na lássuk akkor pontosan miről is van szó. Ugye... ez itt egy úgynevezett gamer fülhallgató, van rajta mindenféle dínum-dánum, zárt része, tehát zárt fülhallgató. Akkor egyelőre egy pár képet mutatok ugye most, és majd lesz, majd egy, azonnal csinálok egy unboxingot. Majd az unboxing után még egy pár plusz vélemény, amit ugye a használat után észrevettem. Akkor lássuk az unboxingot. Szép jó napot kívánok, vagy estét, vagy reggelt, attól függ, hogy éppenségen mikor nézitek ezt a videót. Hát, hogy mi is rejlik ebben a dobozban? Hát azt kell mondjam, hogy ebben a dobozban egy darab fülhallgató rejlik. Méghozzá nem is akármi, de bontsuk ki a dobozt, már ha sikerül félkézzel kibontani. Na akkor. Igen, és ott a kicsike. Így van. Na hát mit tartalmaz a doboz? A doboz tartalmaz egy kis levegőt. Ez nagyon jó levegő, minőségi levegő, tehát ez nagyon tudom ajánlani. Ott írja benne, hogy milyen. Ők gyártották a levegőt. De természetesen ez nem az. De kapunk hozzá még egy csomag levegőt, ha nyilván Isten nem volt elég az a két csomag. Legyen egy kis tartalék csomag levegő. No, de mi is rejlik itt ebben a dobozban? Hát ebben a dobozban egy... úgynevezett gaming headset rejlik méghozzá Dragon, kis ördöki dobozka. Na hát akkor szedjük ki lássuk, hogy pontosan mi is az. Így van, hát nem ő az, ezt innen eldobjuk, és ő az legalábbis a dobozza. Na már most, hogy mi is ez. Konkrétan úgy kell, tehát azt kell tudni róla, ugye én már kibontottam, leteszteltem, tehát nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok elégedve vele. Hát mint ahogy olvashatjátok, Lagopasmutus, az a neve, Red Dragon Lago... Hú, hogy lehet ilyen nevet adni neki? Lagopasmutus. És kábeles gaming headset. Hát egyszerű volt lefordítani. Itt van a másik oldala, ugyanaz, gaming headset, Red Dragon, ott van a fülhallgató rész. Azt mondja, hogy van rajta három gomb, 40 mm-es, tehát itt van három gomb, nem tudom, hogy látszik jól. Kábel van neki, 40 mm-es hangszórók, music, nem, zene nincs rajta, de zenehallgatásra is ajánlják, és ugye handset, logikus, és akkor így néz ki az egész. Na hát akkor bontsuk is ki, tehát a dobozon nagyjából ennyit lehet látni, ja meg természetesen ugye a logó, mikrofon, igen, meg itten vannak a gombok, meg ott a dugók. No. Akkor lássuk pontosan, mi is rejlik ebben. Ugye, mint már mondottam, én ezt már az este kibontottam és leteszteltem. Hát, igen. Nos. Akkor ezt így ide tesszük. A doboz alján nem található semmi. Úgy emlékszem, mintha lett volna valami papír, leírás. Itt is van, tehát ez volt a használati utasítás, de ezt még nem olvasuk el.
minek profik vagyunk, hát csak tudjuk, hogy a fülhallgatót a fejre kell tenni. Jobb esetben. No, hát ez meg így nagyjából így kéne kinézen. Ha megtaláljuk az elejét. Igen, tehát így kell kinézen. Ugye adott egy darab fülhallgató, rajta egy darab mikrofon, ami azt kell mondjam, hogy az előző mikrofonomhoz képest, ami itt van, ahhoz képest, tehát ő volt az előző mikrofonom, ehhez képest nagyjából hozza azt, amit kell. Ez is egy elég szuper kis mikrofon, körülbelül egy olyan 50-60 centiről beszéltem eddig is a live-okban, már amikor megszólaltam, már amikor hagyták, hogy megszólaljak. De filléres, tehát ehhez képest filléres. Jó, persze, ennek nincs fülhallgatója. Logikus, neki csak ilyennyi van, mikrofonja van. Nos, hát a lényeg, hogy ezt megerökölte a nagyfiam, úgyhogy ez most megy is vissza az asztalára. Nos, hát akkor beszéljünk a Radragon Lakutus Pritz Prucról. Maga a fülhallgató, ez nekem nagyon-nagyon bejött, méghozzá a gyönyörű basszus miatt. De viszont még mielőtt a basszusra nem térnénk, megmutatom, hogy milyen kábelezés van. Tehát azt kell mondjam, hogy maga a kábelnek a minősége, ugye ez egy ilyen bevont, anyaggal bevont kábel, elég vastag, tehát az eddigi fülhallgatókat, amiket használtam, azoknak az volt az egyedüli problémája, persze olcsó szarokat, hogy vékony és könnyen töredezett. Amelyiknek vastag volt a kábelezése, azzal meg az volt a probléma, közben húzok ide a széket, tehát annak meg az volt a probléma, hogy egy idő után megkeményedett a műanyag, és eltört. Na lássuk akkor, tehát kábelezés, ugye, hogy menjünk végig kezdettől. Adva van egy háromfeles jack dugó a hangnak. Azután adva van ugyanúgy egy háromfeles jack dugó, ez már a mikrofonnak, és lásd csodát, kapunk hozzá még egy USB 2.0-as USB dugót. Na. És itt jön a furcsa dolog, ami szerintem egy extra plusz dolog hozzá. Amit kell tudni róla, és akkor mutassuk maga a szedeburit, amit kell tudni róla, hogy ez a fülhallgató amellett, hogy elég jó hangot ad, amellett iszonyú basszust is tud adni. Nem zavaró basszust, jó basszust. Ami nekem tetszik, ugye, és hála Istennek, nekem is tetszik, meg persze a családnak is tetszik, hogy zárt. Annyira nem szeretem a zárt fülhallgatókat, de ez frankó, rámegy a füledre, tehát nincs vele semmi gond. Viszont ezáltal ugye plusz basszust is kapsz. Hogy honnan jön a basszus? Hát, csak ez itt csaukolom. Innen. Ezt a zütyümütyűt, ezt bedugod hátulra a számítógépbe. Lejátszod a cuccost, és ha nem vagy megelégedve a basszussal, akkor itten van neked választási lehetőséget. Méghozzá ez a tekerentyű. Ez a tekerentyű? Nem, ez a hangszóró fel. Igen, ez a tekerentyű. Ez a tekerentyű, ez kettő darab kis motorkát beindít benne, a fülhallgatóban, ilyen kis vibrátort, és ugye minél feljebb tekered, annál intenzívebb a vibrálás benne, tehát basszusnál rá segít, hogy bevibrálja a fülest.
nem túl ságosan, de pont annyira, hogy élvezhető legyen a hang. Na már most, hogy ne halljunk meg hülyén, még azt is lehet látni, ugye, hogy ezen van még egy plusz gomb. Na már most, hogy mire való ez a plusz gomb? Aha, nem fogjátok elhinni. Ez a plusz gomb semmi másra nem jó, mint bekapcsolni az égőket, és ezek a piros részek égnek. Sajnos, ami ugye a pozitívum mellett negatívum az, hogy maga ezek az égők, tehát amikor kigyúlnak, akkor, hogy is mondjam, csak pulzálnak konkrétan, nem ritmusra megy, hanem csak pulzálnak, tum, 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 ennyi. De arra jó, hogy mit tudom én, mondjuk tök sötét van a szobába, és valaki kifárad a konyhába, onnan bejöv, elútja a villanyt, és látja, hogy hol van a fülhallgató. Igen. Mondjuk elemlámpának nem lehet használni, mert akkor a világosságot nem csinál. Na, lényeg a lényeg, hogy a tegnap kipróbáltam, rögtön ahogy megjött, felmentem a botra, és ha hiszitek, ha nem, olyan élményem volt, hogy egyszerűen inkább nem mondom ki. Adott egy tank. Elindultam a tankkal. Már eleve minden egyes szösszenetet. A lánctalp nyikorgását lehetett hallani. A motor dübörgését. De nem akárhogy. Tehát, mint amikor benne ülsz a tankba, és hallod azokat a kis vékony, kis... Épp hogy megha... Például a másik fülhallgatómmal azzal nem hallottam ezeket a dolgokat. Ezzel tényleg gaming, tehát ezzel hallom. Hallom az éles hangokat, azokat a kis neszeket, azokat a kis excellence-eket, amik benne vannak a World of Tanks-ban, amikor ugye közlekedsz a tankgépjárművel. Illetve a basszus. Hát én kipróbáltam, hogy felhúzok maximumra basszus, meg minden. Hát igen, élmény volt. Élmény volt, konkrétan olyasmi volt, hogy az egyik arti mellettem előtte magát, és olyan volt, hogy így körülnéztem, hogy hoppá, nem dől össze a ház. Nem, az arti lőtte el magát, de azt a, ugye beremegett a fülhallgató, és ha beremegett a fülhallgató, plusz az a basszus, ugye, amit Natur is csinál, lead a fülhallgató, és még a remegés, hát egyszerűen fantasztikus. Azt kell mondjam, hogy ennyire jó hangzású dolgot nem igazán hallottam még. Tehát ennyit a basszusról. Ugye a kis elektromotorok, amik a vibrátorok mondjuk úgy, amik benne vannak, nagyon-nagyon fel tudják erősíteni a basszust. Zenehallgatása is, YouTube-on is próbálkoztam. Ott is viszonylag hozta a formáját, természetesen nem lehet mondani, hogy hozza a Sennheiser minőséget. De ha gaming fülhallgatónak veszed meg, és időnként még YouTube-ot, zenéket is hallgatsz, vagy bármilyen más platformon, ne csak a YouTube-ot, de használjátok a YouTube-ot, azért van. Tehát ha zenét hallgatsz vele, akkor nagyon szuper, arra is, természetesen nem egy profi zenehallgató műszer, de hozza a formáját, tehát nagyon jó kiadja magából az alacsony, közép és a magas frekvenciákat is. És nem beszélve arról, hogy nagyon szuper az izé. Na már most a mikrofon, ez a kis pöcsök itten, ez elég érzékeny. És nekem ami nagyon tetszik az ebben a mikrofonban, hogy végre valahára egy olyan mikrofon, ami levesbarát. Hogy miért mondom, hogy levesbarát? Hát volt már rá precedens, hogy nagyban nyomadtuk a votot, vagy mit tudom én, beszélgettünk, vagy néztem a filmet, vagy zenét hallgattam. Lényeg a lényeg, ugye
odahozta asszonykám a kis levest, és egyszerűen a mikrofon belógott a számba. El kellett húzom a mikrofont, és ennek köszönhető, ugye tudjátok, aki olyan fülhallgatót használ, amiknek így ilyen hosszú, ekkora bizbasz van a végén, az, hogyha nagyon sokat tekergeted, feltekered, letekered, stb., annak végül az lesz az eredménye, hogy maga a kábel, ami a mikrofonhoz vezet, az fogja magát is eltörik. És ha eltörik, akkor cumi, akkor lökheted ki, vagy vehetsz egy külsős mikrofont. És akkor annyi. Nyomál most, ez meg levesborát, tehát ezt nem kell arrébb tolni, abszolút nem kell arrébb tolni, ott van a kis pöcök, nem tudom, ha látszik, ott vannak a lukak, luk, így mondjuk az apád, itt négy luk van. A hangzása az frenetikus, szuper. Még egyelőre, azt majd ki fog derülni, majd attól függ a srácok, mit fognak mondani teljesen, de eddig oké volt. Még ami pozitívum, az ez a fej bizgentyű, ami egy műanyag, meg nem tudom mi, plusz egy ilyen alumínium acélozott, vagy nem tudom milyen, hát szerintem inkább acél valami, ami ugye melevíti az egészet, és ez meg ugye a fejedhez hozzáér. Maga tapintása, ez konkrétan egy műbőr, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy műbőr, viszont maga tapintása finom. Nem szasztatja füledet, viszont mivel zárt az egész, van neki negatív és pozitívumja. A pozitívum az, hogy a környezeted ugye nem nagyon fogja hallani azt, amit te mondasz, viszont te se nagyon hallod majd, amiket ők mondanak, minimális hanggal is. Már le tudod csendesíteni anyucit, amikor elküld majd téged tanulni. Fiam, mennyi tanulni? Jó, mondjuk ez apuci volt inkább. És akkor te meg... Mi? Micsoda? Nem hallottam. Lényeg, hogy nagyon... Nagyon cucc, nagyon jó, hogy le tudja a külső dolgokat szűrni. Illetve mire zárt, ezért a külső hangok nem jönnek befele, és a kis neszeket is a játékokból tudod hallani. Ez a pozitívum. A negatívum pedig len az, hogy amellett, hogy rácuppan a füledre, tehát körbeveszi a füledet, nem nyom, kényelmes, számomra legalábbis én ilyen nagyfejű vagyok, kényelmes. Viszont a negatívum meg az, hogy túl sokat szerintem, mondjuk főleg nyáron nem biztos, hogy fogok tudni folyamatosan, izzadásmentesen használni, mivel ugye zárt és bepálik a füled, tehát egy idő után szerintem ilyen moha nő a füledre. Jó, persze ez átvitt értelemben. Lényeg, hogy mivel zárt, ezért igen, bele fogsz izzadni. Viszont van neki itten ilyen izéje, ami hogy is hívják, de talán biztos. És ott van a fülhallgató. No, hát azt kell mondjam, hogy nagyjából ennyi volt a cerebúri. Nem is tudom, meg kéne nézzük, hogy pózál, viszont ahhoz be kéne dugni valahova. Nem tudom, mennyire tudom én ezt bárhova is bedugni. Per pillanat. Igen, találtam ide dobjukat. Egy pillanatot. Tessék szíves valami. Találtunk egy USB-t. Nem biztos, hogy eltalálom a lyukat. Oké. Elindítom a gépet. És akkor kapcsoljuk be a fényt. Elméletileg fog pulzálni.
De lehet, hogy csak akkor fog pózolni, hogyha a hangszórót is bedugjuk. Ez be van kapcsolva. Igen, igen, és most indult el, ott már látható, ezt a villanyt elótjuk, illetve ezt is. Hát ez, igen, ott látható, igen. Most ég, most nem ég. Akkor ezt tegyük, próbáljam így tenni, igen. És hol van a kis világító? Nem, ez nem az, ez sem az. Na, ezt valahogy meg kéne oldani. Igen. Na hát nem tudom, annyira látszik. Belátik az ujjam is az a baj. Na, hát ott látható, ugye, tehát pulzál az egész. De jó, jó pofa. Igen. Na hát kb. Ennyit lehet belőle látni. Meleg szívvel tudom ajánlani. Egyenlőre úgy néz ki, hogy nagyon szuper, majd a link, majd a videó alján a leírásban megtaláljátok a linket. Akik Romániában laknak, ők egyben meg is tudják venni elméletileg leszállított árban, most per pillanat promócióban van. Az a cég, aki ezt ajánlotta nekem, egyenlőre tesztnek adta ide, természetesen azt mondta, hogy ez marad nálam, egész addig nyúzom, ameddig szét nem megy. Nekem egyenlőre tetszik. Meglássuk, hogy milyen lesz a folytatás, jó lesz-e, nem lesz jó, meglátjuk. Elnézést. Ennek a kis sorozatnak ugye lesz majd még folytatása, konkrétan majd még fogok kapni különböző dolgokat. Talán összejön processzorok, alaplapok, videókártyák, egerek, billentyűzet, stb. Na hát akkor nagyjából ennyi volt a videó. Meg fogom keresni a linket, ahol ezt meg tudjátok venni, úgy Magyarországon, mint Romániában, és akkor a videó alá oda fogom tenni. Köszönöm szépen a figyelmet, én Létei Attila voltam, kövessétek az NX TV-t, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, akár egy dislike-ot is, ha nem tetszett, ha bármilyen hozzászólásotok van, kritika vagy tanács, lent a hozzászólásokban nyugodtan lehet írogatni. Illetve ha szeretnétek támogatni az NX TV-t bármilyen formában, ugye van egy PayPal számlánk, illetve Patreon számlánk is, ott is lehet támogatni. És ne felejtsetek el feliratkozni. Én Létei Attila voltam, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Nos, hát akkor ennyi volt nagyjából az unboxing, amiből ugye megtudhattuk, hogy milyen hiper-szuper ez a fülhallgató. Szép is, jó is, tényleg szuper hangzása is van. A mikrofonja az per pillanat, most ugye a hangomat ezzel tehát a fülhallgató mikrofonjával veszem föl. Nem tudom, hogy milyen a hang, elméletileg jó kéne legyen. Na már most, ami negatívum, amit észrevettem legalábbis ma, az az, hogy föltettem a fülemre, a fejemre, és beleizzadtam, tehát elkezdett vízketni a fülem. Lehet, hogy ez csak nálam van így, de na, ez egy vélemény, attól függ, hogy áll, nem tudom, hogy nyáron milyen lesz, de na, tehát erre lehet felkészülni, hogy
felteszed a fejedre, és levegőt nem igazán fog kapni a fület. Tehát ilyen mit tudom én, 10-12 órás játékmenetekre nem vagyok benne biztos, hogy kényelmes lesz, ha csak nem szoktok hozzá. Nos, hát akkor ennyi volt, mint már mondottam a videóban is, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot és támogassátok a Zenix TV-t bármilyen formában, akár egy lájkkal is, hogy lássam, hogy van-e értelme ennek a sorozatnak továbbvinni. Úgyhogy sajnos úgy néz ki, hogy ezen a hétvégén még talán nem biztos, hogy lesznek további videók, mármint úgy videók, hogy közvetítések, mivel az alaplapom elkezdett figurázni, konkrétan ilyen 10-20 percenként lefagyott. Most azt kell mondjam, hogy reggel óta megy, egyelőre semmi probléma, tehát 4 órája megy a gép, eddig előre még nem fagyott le, sőt, mint több, ugye felvettem ezt a videót is, lekonvertáltam meg minden. Nem tudom. Nem tudom, mi történik, de a lényeg, hogy egy áldott jó emberrel, aki azt mondta, hogy nem mondjam el a nevét, vele egyeztettünk, már meg is rendeltük az alaplapot, úgyhogy a jó Isten áldja meg a két kezét. Sajnos közölte velem, hogy ne áruljam el a nevét, nem szeretné, hogyha bárki tudná. Én tudom, ő tudja, és még egy valaki tudja, úgyhogy ebben a videóban is köszönetet mondok neki. Úgyhogy nagyjából ennyi volt, nyomjatok egy lájkot, egy dislike-ot, és iratkozzatok fel. Persze a dislike-ot, az nem kell. Tehát akkor iratkozzatok fel, legyen meg az 1000 feliratkozónk minél hamarabb. Remélhetőleg sikerül, ha nem, hát akkor ennyi volt, akkor legfeljebb nem fog fizetni a YouTube, nem mintha eddig fizetett volna. Na, akkor sziasztok, pá pá, puszi pá.